Szerda van. Ez az első munkanap. Természetesen megfáztam. Nem a bulikban, nem a lenti cigizésekben, Nem. Akkor, amikor az év első napján csodás király dolgokat csináltam itthon. Na mondjuk ilyenkor jó szabadúszónak lenni. Hát azt hiszem, ma még csak ilyen e-mailezésgetés lesz. Ó, nem. Bassza meg. És feliratoznom kell egy filmet, amiről ki kell deríteni, hogy csak angolul, csak magyarul, vagy mind a kettőt egyszerre. Ez dizájnban egy picit megkúrja a dolgokat. De hát ilyenkor van az, amikor a producer nagyon-nagyon rossz szerződést köt a forgalmazóval, és én meg ott állok, mint egy hülye, és az a brief, hogy old meg. Csak akkor kérdés, hogy oké, de mit? Hogy legyen egy kis lakossági közszolgálati íze is ennek a vlognak, elmondom, hogy általában Earl Grey-t szoktam inni, illetve Lockfast English Breakfast-t egy kis tejjel, meg cukorral. Azt mondjuk, hogy neki kiakadt tőle, de én szeretem, de ez most kamilla tea, mert hát most... Ja. Kommunikáció az ügyfelekkel. Nagyon-nagyon fontos a tárgyilagosság, az őszinteség és az a bizonyos vonal, amit meg kell húzni, hogy azért ne nagyon tudjanak megmajmolni. Mert nem direkt csinálják, nem azért, mert rosszat akarnak, hanem mert nekik millió egyéb problémájuk van, mondjuk nekem is. De néha nem figyelnek oda, néha nem tudják, hogy mi van. És nem szabad elfogadni azt, hogy te szívd meg emiatt. Ugye itt általában az a felállás, hogy van a megrendelő, van az ügynökség, akit ő megkeres, és csináltat velük millió egyéb dolgot, és vagyok én, mint a vállalkozó, aki meg csinálok egy videókontentet, többet, sorozatot, tök mindegy, bármit. Most itt ebben az esetben az volt a bonyolult, hogy volt a megrendelő, az ügynökség, voltam én, mint a vállalkozó, és egy olyan anyagot kellett összehoznunk, amiben egy úgynevezett influencer szerepel. Az influencerek bizonyos esetekben nagyon jól kezelhetők, bizonyos esetekben meg nagyon rosszul. Ez most éppen egy olyan projekt volt, ahol úgy tűnik, hogy nagyon rosszul kezelhetőek. Nem biztos, hogy ők maguk, mint karakterük, hanem inkább a menedzsmentjük. Történt ugyanis az, hogy ehhez a projekthez nem volt brief. Semmi. Föltettem néhány kérdést, hogy mégis milyen stílusú videót szeretnének, hova megy ki, mi a célja, hogy be tudjuk lőni azt a formátumot, amit nem fognak elutasítani a végére. Ezekre a kérdésekre nem igazán kaptam választ, terelés volt, legyen rád bízva, nem tudjuk, első munkánk, valami legyen, ez a lényeg. Én leírtam, hogy mi fog történni, mi az én stílusom, és mi az, amit én látok ebben az egészben. Erre azt mondták, hogy oké, tök jó. Elmentünk a helyszínre, ott kaptam egy-két instrukciót, azokat megcsináltuk, megmutattam a felvételt, összevágtam, elküldtem. Mondták, hogy egy-két javítás van, mert egy-két dolog nem tetszik, kijavítottuk. Azt mondták, hogy teljesen jó, köszönjük szépen, wow, boldog új évet. Majd két ünnep között kaptam egy e-mailt, hogy hát az a helyzet, hogy az anyag úgy rossz, ahogy van, mert az adott influencernek, aki ugye szerepel benne, a menedzsmentje letiltotta olyan dolgokra hivatkozva, ami abszolút nem volt benne a briefben, ami le lett írva, hogy miért ilyen, alá lett támasztva. Ők nem esett szükség, azt mondták, hogy ha ilyen a film, és szakmailag szerintem ez jó, akkor ők ehhez nem járulnak hozzá. De mert egy sokoldalú szerződés volt ebben az egészben, így nyilván nem tekinthetnek el attól, hogy ez a film készüljön el. Úgyhogy most ott tartunk, hogy a régi e-mailezések és telefonbeszélgetések alapján írok egy válasz e-mailt, hogy én miért végeztem el a munkámat, és az miért lett leokézva. Innentől kezdve egy harmadik vagy negyedik fél ezt az utolsó pillanatban megfúrja, az bizony költségigényes, és hogy az én dílemben ez nincsen benne, hogy kétszer dolgozom azért, mert valaki, akinek igazából csak annyi köze van a projekthez, hogy az arcát adja hozzá, annak nem tetszik, mert még nem találkozott ilyennel. Erre baráti társaságban szoktam mondani, hogy ilyen az én stílusom, kapjátok be, ha nem tetszik. Másfelől kicsit komolyabb környezetben azt szoktam mondani, hogy ha nincsen brief, akkor az van, ami én vagyok, és én ilyen vagyok. Ez nem feltétlenül tetszik mindenkinek, ezzel semmi probléma nincs. Viszont ez egy elég komoly tagúság, hamarosan elmondom, hogy miért. No, hát igazából már vissza is írtak és elmondták, hogy igen, tudják, hogy nagyon kevés idejük volt megszervezni ezt az egészet, és hogy ez egy nagyon hirtelen ötlet volt, és hogy hirtelen találtak rá valami költséghelyet, ahol valamit kellett volna csinálni, de hogy senkinek nem állt össze a fejében, viszont mindenkinek utólag, és hát ugye utólag egy nyersanyaggal már nem igazán lehet mit kezdeni, úgyhogy a tanulság az az, hogy nem tudom melyik, nem a legfőbb, de valamelyik a sok közül,
hogy nem szabad belevágni olyan projektekbe, amik nincsenek letisztázva előre teljesen és pontosan. Úgyhogy itt ez most abszolút pozitív, hogy az ügynökség ezt benyelte, és nem mutogatunk jobbra-balra, és nem szivatjuk egymást. Úgy általában azzal, hogy amikor egy ügynökség is benne van a rendszerben, akkor te, mint alvállalkozó, nem igazán kommunikálhatsz a megrendelővel. A helyszínen talán picit, de utólag biztos, hogy nem, előre tutira nem, éppen azért, hogy nehogy kiderüljön, hogy mekkora margin tesznek rád, illetve hogy nyilván a kompetenciájuk világos legyen. Viszont általában az az igazi korrekt, és én nagyon sokszor szoktam kérni, hogy természetesen mindenféle titoktartások mellett, de vegyünk részt egy három oldalú megbeszélésen, ahol teljesen világos, hogy ki mit szeretne és hogyan. Ugyanis nagyon sokszor ezek a projektek a kommunikáción hasalnak el. Egyszerűen nagyon rosszul tudják briefelni egymást az emberek, vagy teljesen mást jelentenek bizonyos szavak az ügynökségi oldalon és a megrendelő oldalon, pláne ugye az alvállalkozói oldalon. Úgyhogy igazából az lenne a tiszta, ha mindenki mindenkivel beszélne mindig. Ez producere is válogatja. Most éppen egy olyan branchhoz megyek, akik nagyon királyok, nagyon profik, de ők mondjuk saját gyártásuk is van, illetve elég komolyan rá vannak készülve erre, hiszen elég komoly TVC-ket csinálnak és bizonyos kampányokat. Ők igazából annyira durván küldik ezt, hogy az ilyen kisebb produkciókat, az ilyen netes dolgokat, azokat kiszervezik, mert ez gyártásban, előkészületben, kreatívban annyira nem erős, mint mondjuk egy TVC, ahol egy komoly stábot kell dirigálni. Viszont az ügyfélkommunikációban kb. Ugyanannyira felkészültséget igényel, úgyhogy ezért kurva jó velük dolgozni. Úgyhogy most egy rövid meeting, aztán utána haza. Az a helyzet, hogy a tavalyi év végén iszonyatosan szarul telt. Tényleg, mentálisan, fizikailag, minden szempontból kurvára megterhelő volt. Egyfelől nekem van egy ilyen pszichoszomatikus ilyen emésztési problémám, ami nagyon durván kiújult, aminek valószínűleg köze lehetett ahhoz, hogy itt évvégén három egymást követő, de komoly egymást követő projektem bukott be egy idézőjelben, mármint hogy legyártottam valamit, megcsináltam, fasza volt, az ügynökség át is vette, és aztán valami egyéb gigszer miatt egyszerűen nem lettek feltöltve, bemutatva, publikálva ezek a dolgok. Természetesen ezek a projektek ki vannak fizetve, és nem az én hibám, hogy nem valahogy úgy alakult nekik végül is, hogy kicsúsztak a határidőből, nem kaptak meg valami engedélyt. Viszont, mivel iszonyatosan maximalista vagyok, ezeket nagyon-nagyon nehezen tudom elfogadni, és nagyon ostorozom magam emiatt. És ez nem tesz jót ennek az alapbetegségemnek. Ebből okulva szilveszter előtt igazából még tavaly leültem Annával, és így összeszedtük azokat a fogadalmakat, amik valószínűleg jó hatással lehetnek az életemre. És össze is írtam. Egyébként, hogyha emlékeztek, a legeslegelső vlogom is körülbelül így kezdődött. Tervezz többet. Legyél kezdeményező és irányíts. Mint például a hétvégéket és a nyaralásokat illetően, ez úgy nézett ki eddig, hogy ráhagytam Annára. Legyen az, amit ő szeretne, nekem mindegy, tök jól érzem magam mindig mindenhol, vagy éppen hogy szarul, úgyhogy nekem mindegy, de most átveszem az irányítást, és úgy jövök arra, hogy bevállalom a dolgokat. Hát, legyen férfias kiállásom. Ez azért került ide, mert ez a pszichoszomatikus dolog, ez úgy tűnik, hogy picit átvándorolt a... Szóval, hogy lettek ilyen prosztata bántalmaim, amik a férfiak... Ami egy ilyen férfi territóriumvesztést feltételez. Ebből következik egy fix edzés, mert heti kettő. Ebből lesz ma az első. Negyedéves célkitűzések, ezt majd láthatjátok a vlogban. Lesznek negyedéves célkitűzések. Mondj többet nemet, ne mondj azonnal igent, érvényesítsd az igényeidet és az érdekeidet, nyíltan mondd el, hogy mi a fontos neked,
foglalkozz a megrendelőiddel, csinálj belőlük partnert, ez mondjuk ment eddig is, de ez még erősebben, és csinálj férfias programokat. Ennyi. Most igazából az lesz a negyedéves célkitűzésem, az első, hogy bevezessem magam a piacon, mint ilyen szabadúszó content producert, aki pont ezt oldja meg, ezt a problémát, amit vázoltam, hogy sokszor a kommunikáción és a szervezésen csúsznak el nagyon jó dolgok. Nem azért, mert szar lenne a szakember, nem azért, mert szar lenne a kampány, nem azért, mert bármi is rossz lenne, hanem egyszerűen azért, mert vagy az ügynökség túlvállalja magát, vagy a megrendelő nincs jól tájékoztatva, vagy ő nem briefelt jól. És akkor az történik, hogy nagyon sok ember dolgozik nagyon jó dolgon, és aztán az utolsó utáni pillanatban azt mondják, hogy hát bocs, nem, és az nagyon rossz érzés. És én ezt szeretném megoldani. Az a kreatív producer, aki a megrendelő, tehát a márka fejével is gondolkodik, az ügynökség fejével is gondolkodik, és a saját fejével is gondolkodik, hogy hogyan lehetne az igényeknek legoptimálisabban megfelelő dolgot legyártani. Nem akarok én az ügynökségek helyébe lépni. Nagyon jó a kapcsolatom, és nagyon, nagyon szeretek ügynökségekkel együtt dolgozni, mert teljesen más scope-ból tudják látni a dolgokat, de azt gondolom, hogy minden ilyen projektben, minden ilyen sikeres projektben kell egy ember, aki az egészet egybefogja, és az egészet kontroll alatt tartja, és hát aztán nyilván a végén elviszi a felelősséget, tehát ott már nem lehet az, hogy egymásra mutogatunk, és egymásra várunk, és egymástól kérünk elnézést, hanem ott akkor az ember kvázi anyagilag is felel egy sikeres projektért. Úgyhogy ennyi, lényegében erről szól ez a vlog, hogy az én fejlődésemről. Na, mondtam, hogy kezdődik a nagy edzés. Én ilyenkor mindig félek, ez nagyon nem jó. Mármint, hogy utána természetesen tökre jó. Hát wellness, meg minden, meg sauna. Amikor nekiülök dolgozni, főleg vágni, utómunkázni, nagyon-nagyon nehezen ülök neki, nagyon-nagyon húzom az időt, nagyon kitalálok mindenféle kifogást, de közben viszont kurvára élvezem, és utána viszont, amikor kész van, és ránézek, és azt mondom, hogy wow, ez igen, és a mások is azt mondják, hogy wow, ez igen, akkor viszont kurva jó. És akkor már várom a következőt. Úgyhogy igazából ennek az a titka, hogy folyamatosan kell csinálni, és rendszeresen. Hozzak papucsot! Vasárnap forgatok egy klippet. Anna már alszik, de én nem tudok. Mert eszembe jutott egy csomó kurva jó snit, amiket ilyenkor le kell írni, mert wow. Az van, hogy kurva szarul aludtam, mert alapvetően is inszomniás vagyok. Viszontosan bele tudom magam pörgetni melókba, és amíg nem vagyok túl rajta, addig folyamatosan azon agyalok, és valami iszonyatos, durvás módon minden részletét mindig átjárom. Úgyhogy összeírtam a snitlistát, most ezt leírom normálisan. A probléma az, hogy tegnap felmerült egy új helyszín, ami egy picit lövi a koncepciót, egy nagyon beteg, nagyon durva dolgot fogunk csinálni. Én alapvetően egy ilyen cutless, egyplános témát akartam. A gerince ez is, viszont fölmerült egy ilyen igény még régebben, hogy szerepeljenek már benne a zenésztársak is, és így gyakorlatilag kell forgatnunk hozzá egy intrót, egy ilyen igazi 80-as évekbeli Michael Jacksonos intró, majd kezdődik a klip, majd aztán vége. Videoklipeket az esetek többségében gázsi nélkül vállalok, ami tényleg azt jelenti, hogy én pro bono dolgozom, ezen kívül minden más ki kell fizetni, tehát a bérléseket, a statokat, bármit, hogyha kizárólag és 100%-osan azt csinálhatok, amit akarok, úgyhogy ez nekem ilyen kísérletező dolog, általában az ilyen nagyon elborult, nagyon formabontó dolgaimat, azokat itt élem ki, és ez egy ilyen win-win dolog. Beindul a hétvégi nagy bevásárlás. Az autó melegszik, Anna cigizik, én már nem, mert idétől már nem cigizem. El kell menni a klasszikus hétvégi kajákat megvásárolni, illetve a holnapi forgatásra nagyon-nagyon sok kellékanyagot, mert az új helyszín picit adja magát, hogy föl legyen díszítve. Plusz be kell szerezni egy Apple TV-t,
az lesz a kurva nagy VFX CGI az egész klipben, és ennyi. Alapvetően kurvára imádom ezt a... Ez kicsit olyan, mint a, amikor régebben zenéltünk és mentünk turnézni, és így ez a felfokozott hangulat, visszad a cuccot, szétszórtság, ez nekem baszottul tetszik ebben az egész műfajban, meg a filmezésben, amikor így alkotsz, és nem csak fejben, hanem kézzel is, és meg kell tervezni, és meg kell csinálni, és mókolni kell vele, és aztán a végén látod az egészet, és hatszor annyi munka van mögötte, mint amennyit látsz a végén, amit nyilván csak te tudsz, de nagyon fasza. Anyámnál itt Vidékországban annyira durva zsóhó helyzet, hogy öttel megyünk, és folyamatosan csúszkálunk, de most már legalább van fűtés az autóban, mert feltöltöttük a hűtőfolyadékot, úgyhogy zsírság. Azt a üres! Cső! Így? Ez nem étterem ajánló vlog, de a Spiller Buda király! Reméljük a kajájuk is jól, bár... Nem gasztrovlog, de a nagy bevetés előtt Hambival toljuk az arcunkat. Legalábbis én. Anna is, csak ő nem bevetésre megy fel edzeni. Így kell nem rendeltetésszerűen használni eszközöket. Kamera. Projektor 1, projektor 2, laptop. Apple TV. Na, ezen is túlestünk. Kicsit tovább forgattunk, mint akartuk, de legalább kurva szexi lett, és fasza. És hát ez volt az első hét. Iratkozz fel a Twitter csatornámra, és mert hogy ott fogok válaszolni kérdésekre, és hát ott kommunikálok, na, mert az összes többi fölött szar. Találkozunk a jövő héten, szevasztok!